Szeretném, ha tudnád, hogy szakítottam Jenniferrel. Miért akarod, hogy tudjam? Ez engem nem érdekel, Carlos. Egyedül vagy? Igen. De azt hiszed, hogy csak úgy idejöhetsz az éjszaka kellős közepén, csak mert szakítottál Jenniferrel? Csak így rám törhetsz? Luisa Fernanda, kiborultam. Ma rettenetes dolgokat tudtam meg. Holnap pedig megkezdődik a tárgyalás. Egyedül érzem magam. Tudod, nincs kivel beszélnem. Senkinek sem tudom elmondani, hogy mi bánt. Rendben, beszélgessünk. Marissa, drágám, micsoda meglepetés, hogy itt látlak. Történt valamit? Rosszul vagy? Nem, de azt sem mondhatom, hogy jól vagyok, Luis Alejandro. Miért, életem? Mi a baj? Cezár, várj meg odakint, majd értesítelek, ha indulhatunk. Igen, asszonyom, engedelmükkel. Menj csak. Mi a baj, drágám? Nemrég nagyon csúnyán összevesztem Carlos Eduardoval, mert nem mondtam el neki, eltitkoltam, hogy te itt laksz. Hát erről van szó. Valójában Jenniferről kezdtünk el vitatkozni, de velem zárult a kör, mert elvégre én voltam az, aki felajánlotta neked, hogy ide gyere. Marissa, nagyon sajnálom. Tudom, hogy ez nagyon megvisel téged. Szólnod kellett volna, hogy Carlos Eduardo itt járt, és vitatkoztatok. Nos, tudod, azért nem szóltam, hogy ne izgasd fel magad. Esküszöm, hogy fogalmam sem volt arról, hogy a fiad majd kérdőre von. Igen, itt járt. Jobban mondva, itt találtam, amikor hazajöttem a munkából Solorzánóval. Ez az egész nagyon aggaszt engem. Annyira dühös lett, hogy emiatt véget vetett Jenniferrel való kapcsolatának. Szegény lány. Hisz ő csak segíteni akart nekem. Nincs joga bosszút állni rajta, Marissa. Engem azzal vádol, hogy a cinkostársa voltam. Dühös és felháborodott volt. Ha józanul gondolkodna, akkor nem tenne neked szemrehányást. De én ismerem a legjobban Carlos Eduardo kríziseit. Marissa, ha a jelenlétem ekkora gondot okoz, akkor jobb, ha elmegyek. De nem ez az, ami a leginkább aggaszt, Luis Alejandro. Igaz az, hogy bizalmas iratokat loptál el a bankból? Egészségedre. Egészségére, uram. Milyennek találod a vendéglőt, Lupe, tetszik? Igen, gyönyörű, és biztosan finom ételeket szolgálnak fel. Én még sose jártam itt, de olvastam egy újságcikket a szakács különleges ételeiről, úgyhogy remélem, hogy nem túloztak. Már nagyon régen el akartalak hívni a városban, Lupe. De olyan sok probléma merült fel időközben. Igen, sajnos nagyon sok gond van a bankban. Másrészt azt sem szerettem volna, ha rossz néven veszed, mármint a meghívásomat. De hát hogy gondolhatta, hogy rossz néven veszem a meghívást? Én jól ismerem önt, és tudom, hogy jó ember, hogy nemes lelkű. Köszönöm, hogy ilyen jó véleménnyel vagy rólam. De... kérlek, Lupe, mi lenne, ha te is tegeznél engem? Rendben, uram. Vagyis, hogy ne. Megengeded, hogy kérdezzek valamit? Lehet, hogy tapintatlannak tűnök, de ha nem akarsz, ne válaszolj rá, kérlek. Gondolom, egy személyes kérdést szeretnél feltenni. Igen. Tudod, nem értem, hogy lehet az, hogy egy ilyen férfi, mint te... ennyi év után sem nősült újra, miután megözvegyült. Most megnyugodtam. Azt hittem, ennél sokkal személyesebb dolgot akarsz kérdezni tőlem. Nos, azért kérdezem, mert amikor megismerkedtél Améliával, nyugodjon békében, láttam, hogy igencsak lelkesedtél érte, még akkor is, amikor el akart válni. Igen, nem tagadom, igencsak rajongtam Améliáért. Mély benyomást tett rám, amikor megismertem őt, úgyhogy... ugyanakkor nagyon meghatott az a tény, hogy annyit szenvedett, és boldogtalan házasságban élt a nővére, és az a szemétládó Montero kizárták őt az örökségből, és az összes körülmény. De nézd, Lupe! Amelia meghalt, és nem értem, hogy miért kell róla beszélnünk, amikor kettőnkről is beszélhetnénk. Nem gondolod? Jó estét, uram.
Sokáig vártam a vacsorával, de nem jött, ezért lefeküdtem. És miért keltél fel? Menj vissza aludni. Vacsorázott? Megyek és készítek valamit. Nem kérek. Szocsi, ne is törődj velem. Nem vagyok éhes. Doktor úr, miért ilyen szomorú? Ki bele? Szomorú vagyok, Szocsil. Ma tanúja voltam egy jelenetnek, ami elszomorított. Ma eljöttek Luisa Fernandához, hogy Csavát gyermekotthonba vigyék. Jaj, nehogy azt mondja, hogy előkerült a mostoha apa, aki azzal vádolta Pedro urat, hogy elrabolta Csavát. Nem, a fickó nem került elő. De addig, amíg nem döntenek arról, hogy Pedro örökbe fogadhatja őt, vagy sem, addig a hivatal gyermekotthonba küldi a fiút. Jaj. Képzelheted, hogyan reagál Csavá. Nem akart elmenni otthonról, és a jelenet nagyon... nagyon elszomorított, Szocsil. Hibásnak érzem magam a történtekért. Ajaj, igen. Képzelem, hiszen a szociális gondozó is látta, amikor Carlos Eduardo úrral veszekedtek. Te ezt honnan tudod? Viktor mesélte el, de nehogy azt higgye, hogy pletykás, egyszerűen csak aggódott a következmények miatt, ami a veszekedésből adódhat. Jaj, uram, csak ön nem érti meg magát azzal a családdal. Ez meg mit jelentsen? Talán ez irónia, vagy olyasmi, amit én nem értek? Jól tudja, hogy én sosem vagyok ironikus, én szókimondó ember vagyok. Az a baj, hogy ő megpróbálja helyrehozni Luisa Fernanda életét, de ezzel csak több bajt okoz. Tudta, hogy jó magam és Ordonez is azt gyanítjuk, hogy Luis Alejandro lopta el azokat az iratokat a bankból. Fontos iratokat, amelyek több kihágással is vádolják őt. Mi több? Tudtad, hogy a fia gyilkossággal vádol engem? Hogy lehet, hogy Jennifer ezek után is megengedte, hogy a lakásában lakjon? Biztos, hogy a mamád is tudott erről. Igen, már őt is felelősségre vontam. A fia vagyok, de ő továbbra is annak a szemétnek hisz, de Jennifernek nem bocsájtom meg. Komolyan mondom, nem bocsájtom meg. Mert ha a feleségem, akkor mellettem kell állnia, és nem az ellenségeim mellett. Carlos, nekem nem kötelességem mindezt végighallgatni. Nézd, nekem is vannak problémáim, mégsem kereslek fel az éjszaka közepén, hogy panaszkodjak neked. Luisa Fernanda, tudom, hogy te azt hiszed, hogy én mondtam le erről a kapcsolatról. Nem. De hidd el, hogy ez nem igaz. Nem ezért mondtam. Ez nem szemrehányás. Akkor miért nem akarsz meghallgatni engem? Azért, mert ma rémes napom volt. Most semmihez nincs kedvem. Fáradt vagyok. Az egyetlen dolog, amit szeretnék, hogy végre lepihenhessem. Rendben. Bocsáss meg, hogy zavartalak. Az a probléma, hogy... Nem baj. Én megértem, hogy ki kellett öntened a lelkedet. De kérlek, értsd meg, hogy rosszkor jöttél. Igen. Akkor én elmegyek. Azt hittem, hogy azok után, hogy ma reggel olyan kellemesen eltöltöttük az időt, talán barátok leszünk, de ezek szerint... Jó hét. Tehát drágám... Te komolyan elhiszed, hogy én képes lennék iratokat lopni a bankból, Marisa? Megtetted, Luis Alejandro? Természetesen nem életem. Biztos vagyok benne, hogy a fiad csak azért találta ki ezt az aljas hazugságot, hogy téged ellenem fordítson, igazam van? Meddig, Marisa, meddig tűrjem még Carlos Eduardo támadásait? Meddig még, drágám? Nos, ő azt állítja, hogy ez bizonyítja azt, hogy te meggazdagodtál, mert kihasználtad az elnöki pozíciódat. Igen, és azt is említette, hogy legszívesebben megölne, igaz? Remélem, hogy ez csak egy nézeteltérés köztetek, de hiszen hogy lett volna képes ilyet kitalálni, Carlos Eduardo, hogy bizalmas iratokat loptál el a banktól? Ő bármit kitalál, csak hogy elhagyj engem, Marisa, bármit. Mindig ezt tette, nem igaz? Képzelheted, mit éreztem, amikor itt találtam. Ez nem nevezhető másnak, mint üldözésnek, Marisa. Ez üldözés. Igen, üldözés. Most már csak bottal tudok járni, de ez sem tartja őt vissza attól, hogy megtámadjon engem, Marisa. Rád támadt? Majdnem.
Ha nem lett volna itt Solorzano, hidd el, megtette volna. Jaj, szerelmem. Alig várom, hogy vége legyen ennek az egésznek. A legrosszabb, hogy nem tudok beszélni Carlosszal, mert annyira dühös rám. Látod, hová fajultak a dolgok, Marissa? Vállalom, hogy ebben a lakásban éljek, hogy elkerüljük a vitákat. Eltávolodom tőled, elhagyom a házunkat, a fészkünket, a fiad egyik szeszélye miatt. De neki ez sem elég, és ide jön fenyegetőzni. Ez nem igazság, Marissa. Ez nem igazság. Miért én, Marissa? Nem. Carlos Eduardo nem teheti ezt vele. Az, hogy kölcsön adtam a lakásomat Luis Alejandrónak, még nem ok arra, hogy szakítson velem. De nem szabadulsz ilyen könnyen tőlem, Carlos. Erre megesküszöm. Istenem, mindjárt éjfél, és ő még sehol. Mondj, gyere már. Gyere már. Már biztos, hogy nem jön haza. Komolyan gondolta, hogy szakít vele. Hol vagyok? Lucero. Lucero! Lucero, ébredj, Lucero! Mit keresünk itt? Már reggel van. Igen, de mi együtt? De hát ruhában vagyunk. Hát persze, mert semmi sem történt, amit szerettem volna, Armando. Nem mondd, hogy olyan részeg voltál, hogy nem emlékszel. De emlékszem. Nagyon sokat ittam, Lucero, és... Igen. Azért jöttünk ide, hogy szeretkezzünk. De hirtelen meggondoltad magad, és azt mondtad, hogy nem akarsz megbántani engem. Hogy nem érdemlem meg, hogy szemét légy velem. Ahogy ezt kimondtad, el is aludtál. Még horkoltál is. Komolyan? Igen. Mit tehettem volna? A te autóddal jöttünk idáig, de én is álmos voltam, úgyhogy elaludtam. Elmentetek Marissa asszonnyal, betoppant Jennifer és üvöltözni kezdett velem. Felelősségre vont, hogy mit kerestem a nappaliban, amikor Carlos Eduardo szakított vele. No. Azt mondta, hogy kotnyeles és pletykás vagyok. Igaz, keresztanyám? Így van, Cesar. Az a nő majdnem felfalt bennünket. Iszonyú dühös volt, fiam. Ezt miért nem mondtad el tegnap este? Azért, mert későn jöttél és fáradt voltál. Nem. Zavar. Szerelmem az nem számít. Biztosan szemrehányást tettem volna annak az átkozott nőnek. Nos, legalábbis Marissa asszonynak biztos szóltam volna. A legdurvább az volt, amit keresztanyámnak mondott. Persze, hogy ő megvédett engem, amikor meghallotta annak az őrült nőnek a kiáltását. Erre a kisasszony még dühösebb lett, és őt vette elő. Azt mondta neki, hogy gyűlöli őt, mert egy pletykafészek. Majdnem megütött, sértegetett, és mindenfélét a fejemhez vágott. Azt mondta, hogy egy hitvány öreg asszony vagyok. Én nem bírok elviselni ennyi megalázást. Ne sírdatos. Hát te mióta vagy itt, fiam? Nem aludtál itthon, igaz? Nem, dehogy. És azt hiszem, többé nem is fogok. Hát igen, igazi dráma zajlott. A gyámügy is mindannyiunkat sírni látott, főként Salvadort. Azt mondta, hogy ez egy hivatalos eljárás, és hogy az otthonba kell vinnie őt. Hogy annak a nőnek nincs szíve. Szerintem kő van a szíve helyén. Hát igen.
A tegnapi napot legszívesebben kitörölném az életemből. Először Carlos és Alfredo veszekedése. Alfredo megharagudott rám, és azt mondta, jobb lesz, ha szakítunk. És szakítottatok? Nem, sikerült megnyugtatnom, de képzelheted, milyen dühös volt. Azután eljött velem az apámhoz, mire a papa is leszidott engem, mert a gyámügy is elmesélte neki, hogy mi történt. Én is ott voltam, amikor ott járt az a nő. Azt mondta, hogy lehet, hogy nem fogadhatjátok örökbe Csabát. Komolyan? Pedig én megkértem a bírót, hogy olvassa el újra a jelentést. A papa nem hibás azért, ami történt. De persze a bírónak a gyerek javát kell néznie. Képzeld, azt hiszi, hogy van egy homoszexuális bátyám, vagyis te? Kérem, maga, mi közöm van nekem ez az egészhez? Azt nem tudom, de ez még nem minden. Tudod, mi történt tegnap éjjel? Betoppant Carlos, és elmondta, hogy szakított Jenniferrel. Persze nekem nem volt kedvem végighallgatni őt, és kidobtam. Jézusom, ez az egész olyan, mint egy szappanopera. Komolyan mondom, hogy meg kellene írnod az élettörténetedet. Úgy vennék, mint a cukrot, és milliómos lennél. Jaj, Viktor. Hogy vagy, Dania? Gyere be. Van valami hír Salvador Mostova apjáról? Semmi, Alfredo. Szerintem nekünk kell megkeresnünk azt a fickót. Annyit tudok, hogy a neve Ramiro Navarro. Egyszerűen sehol sincs nyilvántartva, mintha legalábbis a föld nyelte volna el. Már nem is lakik azon a címen, amit a feljelentéskor adott le. Ráadásul a kedvenc helyeire sem jár többé. Már mindenhol kerestem. Isten tudja, milyen viskóban lakott, de az furcsa, hogy miután emberrablásról tesz feljelentést, ő maga is eltűnik. Az ilyen emberek abnormálisan viselkednek. Azt tűnik a legvalószínűbbnek, hogy elkövetett valamit, amiért a rendőrség keresi őt, és most kénytelen bujkálni. Úgy látom, züllött alakkal van dolgunk. Tegnap egy szociális gondozó és egy tisztviselő látogatta meg Luisát, hogy elvigyék Salvadort. Hogy elvigyék Salvadort? De hát hova vitték? Egy gyermek otthonba. Szívszorító látvány volt, Daniel. Cseve azért sírt, hogy ne engedjük el, hogy ne vigyék el abba az otthonba. Mindenkinek fájdalmas volt, főleg Luisa Fernandának, ki volt borulva szegény. Gondolom, Alfredo. Úgy látszik, nincs más dolgunk, mint hogy a lehető leghamarabb megkeresjük azt a fickót, Ramiro Navarrót. Igen, természetesen, de előbb elmegyek a bankba Luisa Fernandával, hogy pénzt vegyünk ki, amiből kifizethetjük Pedro óvadékát, azután megkeressük Navarrót. Hát hogyne, csak szép sorban. Isteni a kávé! Rigoberta ezt jól elkészítette. Újra még nem reggeliztünk mindannyian együtt. Igen, úgy, ez igaz. Úgy, egy igazi család tesz. Jaj, apa, ez kedves. Örülök, hogy ez így van, mert így legalább érezhetem a szeretetet. Köszönöm, Rigoberta. Ebben a családban egészen biztos senki sem haragszik rám. Jaj, apa, olvastátok a mai újságot? Mi az? Biztosan megint a tanárnőről nem, írnak. Nem. Azt írja, ma kezdődik dr. Carlos Eduardo Gomez meghallgatása, akit azzal vádolnak, hogy részt vett a merényletben, melyben Mostoha apja, Alejandro Montero majdnem életét vesztette. Add ide, hadd nézzem. Ezt nem hiszem el. Mit szóltok? Micsoda botrány. Milyen szégyen a családnak. Na hát. Én biztos vagyok benne, hogy Carlos Eduardo ártatlan. Akkor az ezt nézd meg. Az a fiú áldott jól élet. Szerintem várjuk meg, hogy hogyan dönt a bíróság az ügyben. Így bármi van. Megtörténhet. Ott az áll, hogy nyilvános tárgyalás lesz. Igen, annak kell lennie, Vanessa, és én el is fogok menni. Mit keresnél te a tárgyaláson, apa? Neked semmi közöd ehhez, kérlek. De igenis van közöm, és én kiállok Carlos Eduardo mellett, mert nem csak az orvosom, de egyben a jó barátom is. Jaj, és ha kell, szót is fogok kérni, hogy elmondjam a bírónak, és mindenkinek, hogy milyen jó ember ez a Carlos Eduardo. Becsületes. Na, ne mond. Bizony. Lehet, hogy nem nyertem vissza teljesen az emlékezetemet, de nem vagyok rossz ember. Jaj, hogy van, te nem. Az adósa vagyok. Nyugodj meg, hol van, igazad van. Most én beszélek. Jaj, apa, arról volt szó, hogy nyugodtan legyünk meg a család, nem? Uram, fogyasszon reggelét. De meg túllősz minden célon. Jó, apa, jól van. Egyen meg, uram. Elérkezett a várva várt napszolorzánó. Ma kezdődik a tárgyalás, és végre bosszút állhatok Carlos Eduardón. Ezt köszönhetem az önvallomásának is. Kérem rám, mindenben számíthat ügyvéd úr.
Amikor a bíró kimondja, hogy Carlos Eduardo bűnös, ünnepelni fogunk és pesgőt bontunk a győzelmem örömére. Rendben, remélem, hogy minden rendben lesz, uram. Szóljon, amikor indulni akar. És Armando? Nem tudom. Furcsa, hogy még nem ért ide és nem is telefonált. Remélem, nem fog cserben hagyni. Ön mit gondol? Ez biztosan ő lesz. Jó napot. Jó napot. Hogy vagy, Luis Alejandro? Jól, jól. Épp indulni akartam. Azt hittem, Armando jött. Hogy? Armando nincs itt. Én azt hittem, itt aludt, mert az éjszaka nem aludt a szállodában. Nem, itt nálam nem aludt. Jaj, ne! Biztosan baja esett. Hogy aludtál, drágám? Sikerült kipihenned magad a tegnapi események után? Nem igazán. Folyton Salvadorra gondoltam, és arra, hogy könyörgött, hogy ne engedjem el őt. Szia, hogy? Szia. Vagy? Jól. Én mindig jól vagyok, hisz tudja. Ó, ez remek. Daniel, megtudtál valamit Salvador mostoha apjáról? Sajnos még semmit sem tudtam meg róla, Luisa Fernanda, de épp arról beszéltünk Alfredóval, hogy nekünk kell megkeresnünk Ramiro urat. Nos... Én indulok vásárolni a piacra. Kérlek, Szocsir, még ne menj el. Drágám, sietnünk kell. Minél hamarabb vesszük ki a pénzt a bankból, annál hamarabb kihozhatjuk a papádat a börtönből. De hát Szorisa még nincs itt. Hogy gondolod, hogy magára hagyom Pedritót? Szocsir, mivel a bevásárlás nem sürgős, mi lenne, ha megtennél nekünk egy szívességet, és vigyáznál Pedritóra, míg mi visszajövünk? Hát, ha nincs más választásom, akkor... Köszönöm, Szocsir. Pedro most még alszik, de a reggelije a konyhában van, hogyha felébred, kérlek, add oda neki. A pelenkákat és a gyógyszereket a fiókban találod, de nem hinném, hogy szükség lesz rájuk, mert Szorisa nővér mindjárt. Remélem. Nagyon köszönöm. Igen, semmiség. Már hogy ne aggódnék, Marisa. Carlos Eduardo nem jött haza az éjszaka. Szerintem végleg szakított velem. Nem, Jennifer. Nézd, igaz, hogy Carlos Eduardo nagyon dühös, mert megtudta, hogy Luis Alejandro a lakásodban lakik. Csúnya dolgokat vágott a fejünkhöz. De nem lehet olyan felelőtlen, hogy szakít veled csak azért, mert te szívességet tettél nekem. Nem tudom, Marisa, nem tudom. Drágám. Hol voltál az éjszaka? Carlos Eduardo, de jó, hogy itt vagy. Remélem, nem felejtetted el, hogy ma kezdődik a tárgyalás. Igen, anya, tudom, azért jöttem, hogy átöltözzek, mielőtt a bíróságra mennék. Nem számítottam arra, hogy itt találok a tegnapi beszélgetésünk után. Szerelmem, és főleg azután, hogy úgy megsértetted Rosariót. De utoljára fordult elő Jennifer. Hogy? Ha maradni akarsz, maradj. Én elmegyek, és Rosariót is magammal viszem. Elköltözöm innen, és Rosariót is magammal viszem. Mert eltekintve attól, hogy olyan, mintha az anyám lenne, egy idős asszony, aki tiszteletet érdemel. Drágám, nem tudom, mit mondott neked Rosario asszony, de én mindig tiszteltem őt, én Claritával veszekedtem. Ne akart, hogy megismételjem mindazt, amit mondtál neki, Jennifer. Szégyeld magad. Fiam, bocsáss meg, hogy beleszólok. De mégis, hogy gondolod, hogy elmész innen? És ráadásul Rosariót is magaddal viszed. Igen, anya. Senkinek sem engedem, hogy megalázza azt a nőt, aki felnevelt engem. De hát Jennifer már elmondta neked, hogy ő csak... Nem, hagyd, Marisa, nem szükséges. Egyértelmű, hogy Rosario asszony túloz, mert sosem kedvelt engem. Ahogy te sem. Ha egy kicsit is szeretnél, akkor nem aláznál meg engem. És nem kérdeznéd meg, hogy mit keresek ebben a házban, ahová tulajdonképpen te hoztál engem. De nem számít. Nem kell elhagynod ezt a házat. Az, aki idegennek számít, és fölösleges itt, az én vagyok. Biztosan baja esett, azért nem jött vissza a szállodába. Nem mondott neked semmit? Nem mondta, hogy bemegy az egyetemre, vagy esetleg találkozik valakivel? Nem, nem, nem mondott semmit. Nem tudom, hová mehetett. Segítened kell. Biztos vagyok benne, hogy valaki bántotta őt. Nem is tudom. Ön szerint nem lehet, hogy Carlos Eduardo bántotta őt, Solorzano?
Honnan tudhatnám, ügyvéd úr? Hol látta őt utoljára, kisasszony? Hát a testvérem irodájában. Nagyon dühös volt rám a Luis Alejandroval történtek miatt. Csúnyán összevesztünk. Kiabált velem. Először kiabált velem, amióta együtt vagyunk. Ugyan. Ugyan, Carol. Jól értem, veszekedtetek miattam. Igen. Azt mondta, hogy ne avatkozzak a problémáidba, illetve a kettőtök problémájába. Már értem, miért nem ment vissza a szállodába. Az ilyen veszekedések általában egy bárban végződnek. És ki tudja, talán egy másik nő karjaiban keresett vigaszt. Igaz? Armando, esküszöm, hogy semmi sem történt. Istenem, úgy sajnálom, Lucy-ról, komolyan. Figyelj, de... ne akart, hogy azt mondjam, az ilyesmi gyakran megtörténik, mert rettenetesen hangzik. Inkább mondjuk azt, hogy megvárjuk a megfelelő pillanatot. Ez még rosszabbul hangzik. Nos igen, de megvigasztal, és reményt ad nekem. Nagyon késő van, a bíróságra kell mennem, ma kezdődik a tárgyalás, vigyelek haza. Nem, miattam ne aggódj. Nézd, neked most dolgod van, ahogy nekem is. A legegyszerűbb, ha hívok egy taxit és hazamegyek. De előtte... ígérd meg, hogy felhívsz, ha lesz időd. Ez az új számom. Megígérem. És bocsáss meg, Lucy. Jól van, Ellie. Nem tudom. Ne mondj semmit. Inkább gondolj arra, hogy van némi elrendeznivalónk. De igen, beleszólok. Mert felháborítónak tartom azt, Carlos, ahogy Jenniferrel bántál, ahogy kezelted őt. Carlos Eduardo, szerintem a mamádnak igaza van. Ha miattam van, nem szükséges. Szerintem Jennifer viselkedése volt felháborító. Tudod, hogy megvan a helye ebben a házban, és nem egy szolgálónő szerepét tölti be. Jennifer is tudja ezt. Úgyhogy inkább gondolkodott volna, mielőtt megbántja őt. Én elmegyek. Később majd elvitetem a holmimat. Jennifer, nem mehetsz így el, ezt nem engedhetem. Marissa, ne aggódj. Végül is az, hogy maradok vagy sem, nem rajtad múlik. Mindent köszönök. Köszönöm. Viszlát, Carlos Eduardo. Elégedett vagy? Anya, nem akartam, hogy a dolgok így végződjen. De azért sem tettél semmit, hogy elkerüld. Csak hogy tud faragatlanul viselkedtél. Mert nem így kellett volna véget vetned ennek a kapcsolatnak, Carlos Eduardo. Lányom, de jó, hogy itt vagy. Papa, kiviszünk innen. Kifizettük az óvadékot. Alfredo és Daniel most épp a bírónál vannak, hogy aláírják az iratokat. Csak néhány perc az egész. Amint kiengednek, rögtön hazamegyünk. Hála Istennek, kicsim. Már olyan régóta vagyok itt. Haza akarok menni, hogy együtt legyek a családommal. Hogy van az unokám? Jó, de hiányzik neki a nagypapája. És Salvador? Ő nem jött? Nem, de ő is tudja, hogy ma engednek ki. Papa? Igen? Tudod, Salvador... Mi van Salvadorral? Ugye nem jött vissza az a fickó? Nem. Akkor? Egy gyermek otthonba vitt. Fernando úr, tessék, vegye fel ezt a sárat. Jó. Nagyon hideg van kint, nehogy megfázzon, uram. Persze. Hogyne, de ott, ahol a tárgyalást tartják, azt hiszem, nagyon meleg lesz, Rigoberta. Igen, mert csak úgy izzani fog ott a levegő. Jó. Mert Luis Alejandro, lehet, hogy a cégem ügyvédje, de én ellene vagyok. Mert lehetetlenség emberölés gyanújával megvádolni Carlos Eduardot. Úgy van. Én még sosem voltam tárgyaláson, de biztosan nagyon izgalmas lesz, nem? Persze. Nagyon érdekes lesz, Vanessa. Tehát te mégis velünk jössz? Persze, hogy veletek megyek. Támogatnom kell Carlos Eduardót, bár ő sosem vett engem figyelembe. Én mégis barátként gondolok rá. Ezt a leginkább így tudom bizonyítani. Mi
milyen nemes lelkű vagy, kicsim, ez csodás dolog. A barátokat támogatni kell a nehéz pillanatokban, ugye? Hm? Na menjünk oda, mutassuk meg magunkat, hogy lássa, mellette vagyunk. Így van, mehetünk. Mit akarsz ezzel mondani, Luis Alejandro? Semmi különöset, Carol, semmit. Tudod, hasonló helyzetben, az esetek többségében az ember egy bárban köt ki, hogy igyon valamit, és szépen elfelejtse a történteket, igaz? És ezekben a bárokban szinte mindig vannak olyan egyedülálló nők, akik hamar kiszúrják a magányos és búslakodó férfi. Nem, nem, ez nem lehet igaz. Vagyis, hogy lehetne Armando egy másik nővel, amikor én vagyok életem nagy szerelme? Szeret engem! Jaj, Carol, Carol, én tapasztalatból beszélek. Én csak azt mesélem el neked, hogyan viselkednek a férfiak, akiket te alig ismersz, hisz még gyerek vagy. Nem, ő a férjem, és szeret engem. Te csak feldühítesz engem. Asszonyom, az ügyvéd úr csak azt mondja el önnek, ami szerinte történt. Nyugodtan szakítson félbe, ügyvéd úr, hogyha nincs igazam. De joga van azt hinni, hogy nem így van, holott igencsak hihetőnek tűnik. Igazam van, ügyvéd úr? Drágám! Hol voltál, drágám? Mi történt, apa? Jó napot, Szolorzán. Téged vártunk. Én... Drágám, engedd meg, hogy átöltözzük. Nem, jó? Nem. Előbb magyarázd meg, miért nem aludtál ma éjszaka velem a szállodában. Nos, találkoztam néhány barátommal, és elmentünk inni. Egy kocsma pultjánál, Carol. Igen, pontosan, ahogy mondod. Már nagyon későre járt, és ezért az egyiküknél aludtam. Nos, akkor megyek és átöltözöm. Megmondanád mégis, mit keres nálad ennek a libának a névjegykártyája? Kisangyal, nézd ezeket a nagy szemeket, milyen gyönyörű szemed van, akár egy angyalnak a mennyországból. Nézd meg, milyen szépek, most nézd meg! Hát gyönyörű szemei vannak. No. Fantasztikus vagy. Komolyan mondom, ha valaki látna, azt mondaná, hogy dadus vagy, és nem a világ szépe. Micsoda, minden lében kanál ez a Viktor, ugyan, igaz? Ugyan, szépségem, én csak kimondom, amit gondolok. Máskülönben egyébként nagyon is látszik, hogy imádod a gyerekeket. Mi van? Ne nézz így rám, csak mert felfedeztem az igazi énedet. Gúnyolod csak tovább, én figyelembe sem veszlek. Végignézed a tragédiámat és gúnyolodsz. Nulja már, mit beszél, szépségem? Miféle tragédiáról fecsegsz? Hogy milyen tragédia? A saját riválisom, Luis a gyerekét babusgatom. Micsoda tragédia. Ja, Istenem, miért nem írsz inkább egy dalt? A riválisom gyerekét gondozom. Én a riválisom gyerekét törődöm. Most már itt vagyok. Elmehettek? Jaj, kicsikém, még megijeszted. Gyere, gyere. Jaj, hogy viselkedett az én gyönyörűm? Hogy? Na, hogyan? Egy igazi kis angyal. Vége a szenvedéseinek. Itt a dadus, aki felment. Ó, kis most már itt maradok vele. Te nyugodtan elmehetsz. Köszönöm, hogy vigyáztál rá. De szép vagy. Látod már a szenvedős Üzmáriát? Íme itt van. Itt látható, tessék. Áj. Még mit csinál a kezével? De hát miért, lányom? Miért vitték el Salvadort? Ez a ti hibátok, mert veszekedtetek a szociális gondozó előtt. Papa, nyugodj meg! Kérlek, ne hibáztass engem! Ez amúgy is megtörtént volna. Ha én ott lettem volna, nem vitték volna el Salvadort. Jaj, papa, értsd meg! Törvényesen jártak el, így védik a kiskorúakat. Most már nincs semmi baj, szabad vagy, Pedro. Végre kifizettük az óvadékot, Pedro. Természetesen az eljárás folytatódik, de legalább most már teljes gőzzel kereshetjük Salvador mostoha apját. És végre börtönbe juthatjuk őt. De hová vitték Salvadort? Nos, egy gyermek otthonba. Itt van nálam a cím. Ez az... De mire kell ez neked, Pedro? Nem. Utána megyek. Hogy utána mész? Hová, Pedro?
Pedro! Hogy van, Marisa asszony? Köszönöm, jól ordonez úr. Jó napot, Marisa asszony. Készen állunk szembeszállni a bírósággal. Rendben, Mujica. Nos, hát akkor én készen állok. Anya, te is velünk jössz? Nem, te menj csak az ügyvédekkel. Én Cezárral megyek. Cezár! Cezár! Figyelj csak, mi van a mamáddal? Mintha bal lábbal kelt volna fel. Ez hosszú történet, ordonez. De menjünk, útközben elmesélem. Rendben. Mit keres nálad a névjegykártyája? Mikor adta oda neked? Ez már nagyon régóta megvan. Hazudsz! Vele találkoztál tegnap, igaz? Válaszolj, Armando, válaszolj! Velem. Rendben. Lucy Róval elmentünk egy bárba. Hát persze. Hogyne. Értem. Tegnap nem jöttél haza. Nem, nem is akarok belegondolni. Biztos lefeküdtél a... Várj! Elmondom az igazat. Együtt töltöttük az estét egy szállodában. De semmi sem történt, drágám. Csúnyán berúgtunk, de csak beszélgettünk, majd elaludtunk. Ez minden, kérlek, hidd el. Igaz. Ne szólíts engem drágádnak, te rohadék, jó? Teljesen hülyének nézel. Egy ágyban aludtatok, részegek voltatok, de nem történt semmi. Esküszöm, az hülyének. Égvilágon semmi sem történt. Ide hallgass, te szégyentelen szemétláda! Amíg én így sírtam az apádnak, kérdezz csak meg tőle, addig te lefeküdtél azzal a némberrel, hogy merészelted? Elég a kiabálásból és a szemrehányásokból, csak feltételezett, hogy hűtlen volt hozzád. Később is ráér bizonyítani, hogy lefeküdte azzal a nővel, vagy sem. Most a tárgyalás a legfontosabb. Te készülődj, mert velem jössz. Én előre megyek Solorzanóval. Rendben, apa. Viszontlátásra. Értetted, amit mondtam, Carol? Egy puszit. Szia! Hogy hívnak? Miért hoztak ide? Hol vannak a szüleid? És a mamád? Nincs. És a papád? Salvador! A papámat Pedrónak. Salvador! Hozzád beszélek, Salvador. Ha hozzád beszélek, válaszolj. Ha azt mondom, hogy csinálj meg valamit, akkor csináld meg. Mert ha nem, esküszöm, meggyűlik a bajod velem. Ha? Világos? Hallottad? Hallottad? Gyere velem! Odakint van néhány ember, aki látni akar. Micsoda kölyök! Apa! Apa! Vigyél magadtól! Nem akarok itt maradni! Jól van, fiam, rögtön megyünk. Kis kopasz. Levágták a hajadat. Hasonlít ez Pedróra. A hölgy, aki idehozott engem, azt mondta, hogy már kereste a mostoha apámat. De én azt mondtam, hogy te vagy az apám, nem igaz? Jól mondtam, apa? Igen, igen, jól mondtad, ne aggódj. Daniel épp most próbálja meggyőzni arról, hogy velünk jöhess. Nézzétek, ott jön. Mi történt, Daniel? Hazavihetjük Salvadort? Nem, sajnos nem, Pedro. Attól tartok, nem lehetséges. Ramiro Navarro úr az egyetlen személy, aki jogosult a fiú felügyeletére. Ő az egyetlen, aki elviheti őt az otthonból. Hogy engedhetnek meg ilyesmit? Az a férfi rosszul bánt vele, nem viheti magával. Ráadásul egy csaló, akiről azt sem tudni, hogy hol lakik. Hogyne, Ramiro úr ma nálam járt, és minden bizonnyal ma délután idejön, hogy magával vigye a fiát. Beszéljük át újra a stratégiánkat. Solorzano Luis Alejandro alkalmazottja, Armando pedig a fia. Mindketten érdekelt felek, akik meghamisíthatják a bizonyítékokat. Solorzano vallomását kell megtámadnunk, és bebizonyítanunk, hogy ő az autóban volt a lövöldözés kezdetekor. Jó volna, hogyha az informátoraid most rögtön átadnák neked a Solorzanóról szóló aktákat. Egészen biztos vagyok benne, hogy sok minden szól a fickó ellen. Elérkezett a nagynap, Carlos Eduardo. Ma bebizonyosodik, hogy te akartál megöletni engem. Nem létezik majd olyan óvadék, amivel kihozhatnak. Tönkre teszlek, mindenért megfizetsz, amit ellenem elkövettél. Nézd, Luis Alejandro. Fáradjanak be, kezdődik a tárgyalás.
Caro, hol van Luis Alejandro? A tárgyalásra ment. Carlos Eduardo rájött, hogy Luis Alejandro itt van. El sem hiszed, micsoda botrány kerekedett. Képzeld, szakítottunk. Hogy? Jól hallottad. Tehát nem házasodtok össze? Megőrültél? Sosem fogok belenyugodni ebbe. Jól figyelj rám. Ő azt hiszi, szakítottunk. Azonban az egy dolog, amit ő hisz, és megint más, amit én. Papa, nyugodj meg! Értelmetlen veszekedned ezekkel az emberekkel, hiszen nekik ez a munkájuk. Nem, kicsim. Tönkre teszik egy ártatlan ember életét. Miért nem hallgatják meg Salvadort? Hogy ő mit akar? Akkor rájönnének végre, hogy egy család vagyunk. Bár csak így lehetne, papa. Nem akartak meghallgatni. Azt mondták, minden a nyomozástól függ. Ellenőrizniük kell, hogy a mostohapa valóban olyan rosszul bánik-e Csavával. Ezek szerint elviheti őt? Igen, sajnos igen, Luisa Fernanda. Valahogy meg kell akadályoznunk, hogy az a fickó elvigye. Megint bántani fogja őt. Elkérem az ügyészség képviselőit, hogy kérdezzék ki az első tanút. Köszönöm. Gomez Montero asszony. A kezemben tartom a rendőrségi jegyzőkönyvet, melyben az áll, hogy ön a férje elleni merényletet követően nem tett mást, mint a saját fiát vádolta meg annak meggyilkolásával. Igaz ez vagy sem? Igaz? Vagy sem? Nos, valójában én... Az... Igaz-e vagy sem, hogy a férje ellen elkövetett merénylet előtti este fia Luis Alejandro Montero az ön és Jennifer de la Vega kisasszony jelenlétében halálosan megfenyegette Montero ügyvédurat? Önt kérdeztem, asszonyom! Igaz az, hogy a fia halálosan megfenyegette Montero urat? Nos, igen. Így igaz. Márcia. Anya! Igen, én hallottam, amikor a fiam halálosan megfenyegette Luis Alejandro Monterót.